Na, gyertek! Uzmvn. UZMWN. Gyertek, gyertek. Azért így élvezetesebb zene meg blurb, mint vodon, de tényleg az a bocsati áldás a mennyből. Örülök neki nagyon, Nóri. Igen, sajnos ez ilyen, de van egy-két vod, amire teszek utólag valamilyen kis no copyrightos zenét, hogy azért ne legyen ilyen nagy csönd. De beszartam, hogy így kiabáltam, bocsánat, Snoopy. Szia, Erik, hogy vagy? De szeretem az Erik nevet. Szerelmes vagyok az Erik névbe. És a Claudia nem szereti. Mármint, bocsánat, Erik. De nem azt, hogy nem szereti, hanem azt szeretném, hogyha Erik lenne a gyerekünk. Viszont Klau nem szeretné. Balú, nagyon szépen köszönöm a 100 bitet. Zöme. Na, Lucós! Hogy is kell ezt? Classic knockout. A szóló kell nekünk, ugye? Itt van, szólóz. Na. Jelen! Gyakoroltál, Lucus? 22-en vagyunk, indítom, majd ha valaki kimaradt, kövire jöhet. De énekelhetsz is, és akkor nem lesz csönd stream alatt. Ez egy jó ötlet, Black Sheep. Így utólag feléneklek valamit, és akkor majd azt rávágom a streamre. Sajnos melózok, és nem tudok jönni. Ó, sajnálom, fogsz, de majd később tudsz valamire jönni? Day at the Races, vagy szóló? Jó. Lucy jó ebben a játékban. Igen, nem a többiek valamire kényszerítettek a napokban. Kényszerítettek! Hú, te! A kifogás megy mindig, mi? De nem ilyet akartam. Itt csak nem szabad leesni. Cápás skinje van neki! Melyik diplomás fogott meg? Fogadjunk az a Luca. Tudtam, mert most diplomázol. Én meg egy ajándékrapoz vagyok. Nem! Ez mi? Én elmegyek a Lucától, én félek tőle. Jaj, Norbi, meneküljünk. Ne! Itt a Luca! Sajnos én mindenkit kényszerítek mindenre. Ja, hogy te kényszerítetted az embereket, Alfanez? Az kom. Most miattad akar azon van egy bundle-t? Milyen amúgy az új bundle? Szia, pavunka! Félek, valaki kidobott valakit? Valaki engem spektétel, akkor ezek szerint már valaki halt meg. Ott Zsolti is. Én akarok! 8-szor tudnék lenni, pedig úgy krepgémezik, olyan rég volt. Igen, nekem is úgy megjött a jaj, nagyon fél... Ajajaj! Nagyon félek, hogy ilyen sokan lettetek körülöttem. Nézzétek a doboz, hogy mozog, ahogy sétálok. Nagyon vicces. Szóval, annyira rég volt, hogy nekem is itt tökre megjött a kedvem hozzá, azért raktam most be. Nagyon-nagyon van kedvem hozzá. Nagyon szép. Küldj már, mondd egy képet rólam, Uti. Pam 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 pam. Most mennyi Valorantban egy bundle? 20.000 forint? Amikor én játszottam, 10.000 volt csak a kis. Sok. Nagyon rég játszottam, hogy kell fogni cuccot. Ha egérrel vagy, akkor bal klik. És Mati... De a Mati is nagyon ügyes. Lesz mindjárt fogadás. Közi Alfonsz. De gyere játszani, te is Alfonsz. Már csak Balut kell rávenni a Valira. Hát ez nagyon vicces lenne. Ez valami új pálya. Úristen, de jó víz alatti. Gyerünk! Jaj, ne! Meg kell találnia. Mit tudom én? Mi történik? Nem tudom, hogy most visszateleportáltam, vagy sem? Hát igen. Mi van? Most visszateleportálódok, folytom? Hát kizárás a sarap a meccskez átra. Jaj, már egyszer volt ilyen pálya. Na jó, nézzük végig. Ez az.
Hát ti nem tudjátok, mert ti csak mentek, mint az állat. Na, ez a baj. Na, ez már bajos. Segítség? De honnan kezdődik? Innen? Mi az, hogy már bejutott valaki? Honnan kezd... Várja, innen kezdődik. És most balra vagy jobbra kell mennie. Ez az, nem? Most visszajöttem? Most hol vagyok? Ez visszahozott? Az biztos, hogy ez az. Nem? Azt meg egyedül vagyok, ez nagyon rosszat jelent. De megint ez jön ki nekem. Mi van? De folyton ez jön ki nekem. Gyerekek, visszaküldött engem. Nem mindegy, akkor random megyünk. Jó. És sikerült. Utolsó vok. De akkor ez... Happy birthday, bitch! Kecce, akkor itt... Ezt nem értem. Visszaadobott megint! De nem utolsó vagyok. Melyik volt az? Ezt meg kéne jegyezni, basszus. Happy, happy birthday, birthday. Füled érjen bokádig meg minden. Vegyél magadnak valami szépet a Mekiben csókpuszi. Várjatok. Oké, melyik volt már? Volt ez? Hát sorba megyünk, jó? Vagy melyik volt? Ú, baszki, nem tudom, hogy melyik volt Spidget már. Spinner. Mi? Spinner. Úristen, strongot kaptam! Spidget Spinner. Mi? Nem tudom kimondani. Ez borzalmas volt, ez felrobbant az agyam. De mit nem, mit számoltam? Méri középről indulj el. És ha keresztezés van, akkor egyenesen menj tovább. De azt csináltam, jól csináltam. Mit rontottam el? Ez mi volt ez az alert amúgy? Várjatok, donét volt? Most nem láttam. Itt most mi történt? Nem tudom. Ez borzalmas volt, de kiestem. Várjatok, megnézem ezt a donétet. Hogy is, mit is mondott a Ricsi, hogy hol tudom meg recent events itt van. Apátok! Úristen! Ez a Bence volt? De Bence még itt sincs. Itt a Bence? Itt a Bence, de itt vagyok. Nagyon szépen köszönöm, Bence, 25 dolláros támogatást. Úristen, köszönöm szépen Darkline-nak, Killernek és Balunak a blurpöket, és azt a mindenit. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, Bence, a 25 dolláros támogatást. Nem vagy norma, köszönöm szépen. Ádám nyert, milyen jó ez Zimót. GG! Mindegyikbe beleugrottál, csak abban nem, amiben kellett volna, konkrétan kihagytad. Mindig azt az egy teleportot. Akkor jó. Csak a szokásos. Na gyertek! UZMWN. Szia, Olivia! Jól vagyok, köszönöm, te hogy vagy? Miri, amikor keresztezik egymást, egyenesen kell menni. És én nem arra mentem, merre mentem? Happy birthday to you. Ez is Justin Bieber, köszönöm szépen. Köszi szépen a blurpot. Ja, aha, itt köszönt a Bence, látom, látom. Dét. De ez miért nem ABC sorrendben van? Most én ezt hogy találjam meg? Amit a Lucus mond. Lucus! Itt van, az elején. Nyomjuk.
Jó vagyok, de kicsit beteg vagyok. Jó bulást, Olivia! Szia, Evi! Most jól bekajáltam, felkészültem erre a 10 órára. Ez az! Mit tettél, Evi? Én azt gondolkozom, hogy lehet, hogy szülinapom alkalmában a stream közben meg fogom magam lepni egy kis sushival. Mit szóltok hozzá? Köszönöm, Lutus, ez vagyok, én mindent rögtön megtalálok. Happy birthday! Ez az! I just wanted to say happy birthday to such an icon. May God bless you with many, many more. You are great, you deserve everything. Wow. Nagyon szépen köszönöm a blurpoket, cukik. Jaj, valakit megmarkoltam. Júj, ez nagyon jó! Jézusom, most mitől estem le? Ó ne, kezdődik. Ne, segítség, kezdődik. Miért vagyok ilyen szerencsétlen a játékban? Itt nincs gyors futás, amúgy elfelejtettem. Valaki leesett. Wow! Na gyorsítsatok be! Wow! Ez nem tartott sokáig. Ja, de még tart. Gyorsító! Jézus! Jézus! Ez nagyon jó ez a pálya, hogy ilyen gyors. Nehogy! Ne! Valaki beért. Beérnek az emberek! Ki? Azt hittem, hogy végleg meghalok. Valaki kirakadt! Úristen, te rossz volt! Nagyon rossz érzés volt, hogy azt hittem, hogy elbukom emiatt. Köszi, Jasmin! Squad? Nem tudom. Squadokba vagyunk. Vagy nem? Én nem tudom, mi történik. Valami squad dolgot indított? Köszi a blurpet. Köszi, Evi! Nagyon cuki vagy, nem vagy szerencsétlen, csak a többiek biztos csalnak. Ez az egyetlen magyarázat. Ez nagyon nehéz pálya, de nagyon jó. Ezt is szeretem. Ez most csapatos. De mit indítottam? Ja, ez a D valami, ez mindig csapatos? Vagy miért, Luca? De hát ez nem baj, nem? Szeretjük egymást, nem el vagyunk csapatban, na. Már rögtön izé. Nem akarnak egymással lenni, nézd meg. Majdnem lemaradtam a szavazásról, ja van, fogadás, köszönöm szépen. Ha nem el vagy, mondtam a Barbie-nak, alfelez, hogy anyud rákapott és nagyon röhögött. Hova megyünk? Ide. Okay. Jaj, várjatok, ez nem az a pálya. Azt a kurva flipper mindenit neki! Ez nem az a pálya. Ezt megvárjuk, jó? Amire én gondoltam. Ez mi? Ezek mik ezek a gombok? Jújjúj. Ezt megvárom inkább. Jó, és itt megyünk. És átmegyünk oda! És átmegyünk oda! És oda! Jó. Ja, új, itt a gombokat meg kell nyomni, hogy kinyíljon. Na, ezt nagyon utálom. De ezek már ki vannak nyitva. Nem merek oda. Mit kell csinálni? Nyissátok ki ezt! Hát akkor leesek végül is. Azt mondják, hogy nem baj ez. Ne! Ja, hogy ez a nehezebb út, azért nem kellett volna ide leesni. Aja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 j
Hova? Wow! És hova ki? Ja, aha, így. Aj! Ó, ott vagy, ott van! És a squadom első. Biztos miattam. Ez az! Ki van még az? Hol látom, hogy kik vannak a squadomba? Squad score 54. 4 csapat van, azt látom. Most a killert nézzük. Most a Matit. De hogy látjuk a... csapatokat? Én csapatom ott van! Elsőbe! Túl gyors a szememnek. És most gondolom 2 csapat maradt bent, vagy hogy? Végén látod. De valaki írta, hogy a csapatomban van. Becsengett a fülem akkor ettől szentettem. Szerencsé, hogy ezeket nem halljátok.
Lucussal vagyok? Hát akkor easy win. Eksi, köszönöm, köszönöm. Aki ne emót van azzal, vagy egy csapatban, én veled vagyok. Emót? Jó, köszi Norbi. Valami jel. Mindjárt nézem. Ó, ez az. Tudjátok, a második körön? Ez már a harmadik kör? Hűha, ez melyik pálya? Mi az a csirke? Ja, akinek a feje felett... beszoptak! Akinek a feje felett van egy ilyen kis izé, és hova kell menni? Én csak úgy el vagyok most ezen a meccsen. Kacia nem az én csapatomban van, és első. Kaciát állítsátok meg! Macit is! Állítsuk meg őket! Jézusom, mi a faszom el? Segítség! Hova megyek? Ez mi? Ez egy fal volt. Jézusom, vízibombák everywhere! Wow! Jaj, na. Kapaszkodásokba. Na, ezt utálom. Zsolti, ne! Hát ez nagyon messze volt. És most hova megyek? És most, most mi van? Ja, hogy vissza kell itt menni. Odalé! És... azaz, föl. Jó! Ez nagyon nehéz! Nem kaptam pedig! Ez nagyon fán ez a pálya, nagyon tetszik. Jó, akkor ezt tudok? Nem tudok. Lefejeltem. Ezt hogy kell? Odanéz! És... ez nagyon fenn ez a pálya, ez nagyon tetszik. Hú. Kaptam! Kicsit messze volt. Oda jópa. És... plusz 4 pont a csapatomnak. Jó, hogy én voltam az utolsó, vagy mi van? Jó. Utolsó voltam, csak be kellett jutnom. Vagy itt mi történt most? Szia Szabi, szia Gigi-ket. Ezt pont hallottuk? Hoppá! Hát csak meg Brüsszel. Éppen most töltöm le a játékot. Naoksi kincső várunk, szeretettel. Szia Réka, hogy vagy, mi újság? Na, pont a nevedhez illő torta szeretet kaptál, Réka. Na. Ezek most nagyon-nagyon fán pályák, nagyon élvezem. Jó, amúgy minden hang. Azt nem is kérdeztem még tőletek. Amúgy most nagyon megy a webcam keretem a Fall Guys-hoz. Pam, 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 pam. Na. Azt, na innen, ha kiesek, azt hiszem, akkor kiesek. Basz meg. És most mi van? Körbe kell menni. Ne! De miért nem lehet felkapaszkodni, akkor mindig újra kell kezdeni? Jó, hogy jön a slime! Úristen, ez most itt nagyon béna voltam, ne haragudjatok. Sorry, my squad! Szereted a szariát? Nem, de hazarhiát szeretem. Nem, sajnos IRL torta, nincsen baluka. Még tovább juthatsz a csapatot, tovább jut. Igen, tudom. Köszönöm a blurpöt. Ádám is a csapatunkban van, amúgy ez nagyon jó. Viszont... és a többiek beértek? Mati nem a csapatunkban van. Az én furujával. Mi a véleményed a tegnapi tüntetésről? Remélem elérünk ezzel valamit. Tegnap előtt volt, és ott voltam. Nagyon-nagyon jó volt. Tényleg nem is beszéltünk róla. Nagyon-nagyon jó volt. Nagyon királyok voltak a beszédek. Konkrétan mi meg se tudtuk közelíteni a hősök terét. És már ott sem volt net. Valószínűleg a tömeg miatt.
lebénult az egész város egyébként, annyian voltak, és hihetetlen érzés volt az, hogy több ezer emberrel sétáltunk a tüntetésre az Andrássyn. Nem tudom, van-e erről statisztika, de szerintem ilyen mértékű tüntetés, ha nem vesszük ugye a régebbi háborús tüntetéseket, akkor szerintem még nem volt. Ugyanis, ha jól tudom, az internet adó elleni tüntetés volt az eddigi legnagyobb, mint ahol legtöbben részt vettek. Elvileg ott 100 000-en voltak, én így emlékszem, én akkor kolis voltam, és onnan figyeltem az eseményeket. Most tovább jutottam? Nem figyeltem. És elvileg most itt több mint 100 000-en voltak. Ugye először az első hírben az volt, hogy 50 000-en voltunk. Ó, tovább jutott a csapatom, és akkor ezáltal én is. Tehát több helyen azt olvasom, hogy 50 000-en voltak, és én mondtam, hogy én ott voltam, és láttam, hogy fix 1000%, hogy sokkal többen voltunk, mint 50 000. Már csak így abból is kiindulva, hogy én a sziget tömeghez hasonlítom mindig a tömegeket egyébként. Mert ott tudom, hogy mennyi a nagy színpad előtt mondjuk egy 70 000-es tömeg, és szerintem ez annál bőven sokkal jóval több volt. Tehát majdnem a Kodály köröndig állt a tömeg a Hősök teréről, és plusz még ugye az egész Hősök tere fullon volt. Na, én itt elakadtam. Szóval utána kijött egy újabb statisztika, vagy hát egy újabb mérés, hogy 150 000-en voltak. Úgyhogy most elvileg az igazabb, úgyhogy hát én inkább annak hiszek, mert én ott voltam és láttam, hogy na hát ez, mert akkor is mondtam, hogy ez fix, hogy... Bocsánat, csak ez a pálya, ez mindig kifog rajtam. Szóval már akkor láttam, hogy ez fix, hogy több mint 100 000. Úgyhogy nagyon jó volt, nagyon jók voltak a beszédek. Az elejéről lemaradtunk, ugye, mert konkrétan az M3-as, tehát a 3-as metróból nem tudtunk kijönni. Fél óráig vártunk sorba a 3-as metrónál lent, hogy fel tudjunk jönni. Átmenni a 3-asról az 1-esre esélytelen volt. És nem mondjátok, hogy még így is tovább jutott a többiek miatt, ez kurva vicces. Ne haragudjatok! Én teljesen erővel próbálom a csapatot lehúzni, de hát nem tudom, látjátok? Ezek túl jók. Itt csak egy platform van, vagy miért nem látok platformokat magam alatt? Jaj, ne, a Mati kiveszi a lábam alól a... Ne, Mati! Hú, nagyon... nagyon fogy itt a... Befele kéne jönni, vagy nem tudom, mert kint fogok ragadni. Na, az baj... Vagy itt újra jön... Ja, hogy újra jönnek a platform... Ne! Olyan, hogy itt egy platform, egy... Ádám, most miért velem baszol ki? Hát a csapatodban vagyok! Nézd, a Zazival kéne valahogy ki... Jújjújj! Ne! Most ezt miért csináltam? Ez teljesen felesleges volt. Sorry. Szóval, hol tartottam a tüntetéssel kapcsolatban? Az elejéről lekéstünk, igen, mert hogy ugye úgy terveztünk menni, hogy 3-as metróval lementünk a Deákra, és onnan át akartunk szállni az 1-esre, ami ugye a Hősök teréig megy. Aztán nem is a Hősök teréig lehetett menni, mert az le volt zárva az a megálló, hanem egyel előtte. Szóval, kiszálltunk a Deákon a 3-as metróból, és mondta nekünk a Bence, akivel mentünk, Sobe Bence, hogy ne szálljunk ott át az 1-esre, mert hogy ott hatalmas nagy sorok állnak, miközben a csapatom kiesett. Hát sajnálom, én esküszöm, megpróbáltam mindent. Matiék csapata nyert. Peti, Beppo, Mati és Zazi, gratulálok nektek. Zazi, szkinyó ilyen cuki. Visszavágott követelek, I mean Csicsi. És hogy lehet nem squadba menni? Amúgy. Vagy ez alapból ez ilyen squados dolog? Day at the races squads. Én day at the races, ja itt, aha, és nincs olyan, hogy... Amúgy jó volt ez a squados is, de most menjünk egy simán. Keresse, hogy van-e sima. Én ilyen rainbow-ral itt szeretnék, jó? Na gyertek! UZMWN. Akkor addig várok, amíg elmondom.
Szóval, mondta a Bence, küldött nekünk egy videót, hogy a hármasról átszállni az egyesre, az kb. Lehetetlen. És így mutatta, hogy mekkora tömeg van. Mert hogy először is tömeg volt lent a hármas metrónál, tehát sorállás volt a mozgó lépcsőig, sorállás volt a liftig, és nehezen lehetett kijutni. Lekapcsolták a mozgó lépcsőket, mert gondolom, hogyha működnek, akkor ugye az baleset veszélyes. Szóval elkezdtünk felsétálni a mozgó lépcsőn. Két idős néni volt előttem, és ők jobban bírták a sétát, mint én. Azért felsétálni kemény volt, ez kb. Egy fél óra volt, míg ott sorba álltunk a mozgó lépcsőre, felmentünk a mozgó lépcsőn, és akkor ott megint csak egy kurva nagy tömeg állt az egyes metró lejárata előtt, ahol át lehet szállni. És mondta a Bence, hogy ne így menjünk, hanem menjünk föl a Deákra, és ott sétáljunk el a Starbucksig, vagy hát, vagy nem is Starbucks, ott van egy hotel, és hogy ott van az egyes metrónak a lejárata, mert hogy ott nincs senki. És akkor oda elsétáltunk, oda lementünk, és ott volt két rendőr, akik engedték be az embereket az egyes metróhoz, és folyamatosan azt láttuk, hogy jönnek kifele az emberek. És akkor odaálltak hozzánk, és mondták, hogy ha akarjátok, megpróbálhatjátok, de itt állunk tök rég, és látjuk, hogy azok a egyes metrók, amik megérkeznek ide a Deákra, már fullon vannak, tehát az egyes, tehát a Deákon egy ember sem fért már rá ezekre a metrókra, mert hogy már az egyel előttin felszállnak nagyon sokan. Úgyhogy akkor megbeszéltük, hogy akkor off a metró. Közben én néztem a neten egy streamet, olvastam, hogy több helyen, hogy mit lehetne csinálni, és rögtön utána jött a hír, hogy le is zárták a metrókat hatóságilag, biztonsági okok miatt elvileg. Akkor a buszok azok elvileg teljesen fullon voltak, és miközben elkezdtünk sétálni, láttuk, hogy teljesen be van állva mindenhol a közlekedés. Megnéztük a taxit, 25 perc várakozási idő volt, szóval akkor megbeszéltük, hogy gyaloglunk, 45 perc volt a gyaloglás, ugye a Hősök teréig, de nagyon durva volt, hogy így együtt több ezer emberrel sétáltunk az Andrássyn, az nagyon megindító volt. Mire odaértünk, már ment a műsor, szóval a Zsoltinak a beszédének a háromnegyedéről lemaradtunk, meg a Gulyás Marci beszédéről, viszont utána hallottuk a Csoki beszédét, az nagyon jó volt. Ami nekem nagyon-nagyon tetszett, az az Orsi beszéde volt, az nekem nagyon bejött. Azariából semmit nem hallottunk, szóval ezt utólag megnéztük a videót, és baromi jó dolgokat mondott egyébként, de őt nem lehetett hallani, mert egy videót játszottak be. Akkor a Nem akarok beleszólni lányok csináltak előre már egy olyan videót, ahol olyan mondatokat olvastak fel, amiket olyan emberek küldtek nekik, akiket gyermekkorukban szexuálisan bántalmaztak. Szóval ez egyébként nagyon jó volt, csak nagyon megrázó volt. De nekem az Orsi beszéde tetszett a legjobban, meg a Pottyondié a legvégén. Neki nagyon-nagyon erőteljes szavai voltak, meg hát tényleg a tömeg az fantasztikus volt. Szóval ez volt, illetve van egy gyűjtés, ami még ma éjfélig tart, tök jó, hogy felhasználtok a tüntetést, mert akkor ezt mindenképpen szeretném nektek mondani, mert szerettem volna egy adománygyűjtő streamet csinálni ma ezzel kapcsolatban, viszont ugye én pénteken tudtam meg, hogy ez van, és nem volt annyi időm felkészülni így most arra, hogy én ezt most meg tudjam csinálni, hogy nekik gyűjtsünk, mert engedélyt kell kérni, meg egy csomó mindent szervezni ilyenkor, de a lényeg, hogy van egy olyan Insta oldal, hogy bántottak, így írjátok be, hogy bántottak, és ott találtok minden információt, hogy hova lehet küldeni pénzt, és már 126 millió forint összegyűlt, az utcáról lakásba egyesülettel közösen csinálják, csak a Hősök terén ott helyben 17 millió gyűlt össze, és azóta még 109 millió utalással, és még mai félig tudtok utalni, azoknak gyűjtünk lakhatásra igazából, vagy gyűjtenek, gyűjtünk,
akik... Na, szóval, hogy azoknak gyűjtünk, akik, akiket gyermekkorukban bántalmaztak, meg akik rászorulnak. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szuper dolog szerintem, szóval, hogyha szeretnétek, akkor ott tudtok nekik küldeni. Hihetetlen mennyiségű pénz, igen, nagyon-nagyon durva. Na, közben kezdem, bocsánat. Nagyon szépen köszi, Bence, hogy beraktad a pontos linket. Kövessétek be ezt az Insta oldalt, és akkor ott minden információt megtaláltok. Sok kicsi sokra megy, meg attól függetlenül, hogy sok összegyűlt. 25 millió forint kell ahhoz, hogy egy ember tudjanak támogatni. Ilyen téren, lakhatással. Úgyhogy még mindig várják ezerrel. Mikor jön a második évad? Norbi, köszi szépen a blurpöt. És köszi, killer, iszom. Csokira meg I'm so proud. Nagyon ügyesek voltak. Annyira durva, hogy ezeket, hogy ezt az egészet... Oh, ez a rainbow? Ez most egy bug? Elnézést, ez hol rainbow? Nem a rainbow-t indítottam el? Ez... ja, hogy itt van egy... Elnézést, hogy néz ki ez a pálya? Mi történik? Olyan, mintha bugos lenne nekem, és még nem töltött volna be a... minden. Na, ez biztos, hogy... Oké. Okay. Ne! Kicsúszok! Basz meg. Jó, sima váltás. Jézusom! Jaj, ne! Jaj, ne, ne! Ez nagyon néz! Jaj, ne! A rainbow pálya, ki gondolta volna? Én csak egy kis mosolygást és szeretetet akartam ki... Ne, ne, ne. Oh. Látom, hogy amúgy más is szenved. Nagyon rossz ez a trúgyi, és még ilyen Minecraftos kockás is az egész pálya. Most mi van? Húha, már ketten beértek. Na most... Szoszi. Miért arra, arra vetődj? Jaj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 
Okay. 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 Nagyon sokan beértek már. Jaj! Jaj! Oké. Okay. Itt miért várakozik mindenki? Ne! Az anyámod, ki ez? Miért nincs? Miért nem látok senkinek a nevét? Nem látom. Eltűntek a nevek. Ki ez a robot? Hiába nyomom a tabot, nem jeleníti meg a neveket. Ja, vártam, hogy visszadobja. Ki a robot? De nem megy tabban, Luca. Nyomogatom én itt a tabot, de hiába. De ide figyelj, robot. Hagyjál békén. De a robotot. Van a robotnak. Nem se írja a neveket. Bukos ez a pálya. Most se tudom. Várjál. Na most meg leszel robot. Vagy bement? Itt van. Báli? Nem, ez egy másik robot. Itt mi történt az előbb? Igen, ez egyébként volt a legindulatosabb. Igen, az nagyon ilyen... nagyon olyan... volt az Edinának a beszéd, de mint tényleg egy ilyen tüntetésre való beszéd. Na, hol a robot? Be se ért végül. Mi van? Ja, Bálint. Hehehe, bocsi, és be se értél. Amúgy nehéz volt ez a pálya, igen. Miért rángatod a kamerát? Miért ne? Ez az én playstyle-om! Luce, te játszol? Persze játszik a Luce mindig. Én nem bírtam végignézni Zsolti beszédét, se tudtam végighallgatni.
Hogy érted, Killer? Miért? Feladtam közben. De az utolsó ugrás nem sikerült. Itt ebben a módban végig nem működik a tab, szerintem. Kiestél? Nem, itt vagyok. Ahogy estem volna ki? Még így se, hogy meg akartak állítani a robot Bálint. Visszahúzott, még így se sikerült nekik. Wow! Hol vagyok? Ez most mi? Ja, úristen, majdnem felfajtott a platform. Júj! Olyan furcsák a színek meg a platformok, hogy így nem látom, hogy... Hova kell... Jajaj, Minecraft slime megint. Na, itt lesznek... Nem... Round over! Hogy ilyen gyorsan? De majdnem beértem, látjátok, ott van a cél előttem, baszki. Hát ez szedzs. Ez gyors volt. Ez nagyon. Mi újság, Jasi? Várjátok már itt. Nagyon nem olvastam, hogy szoszi. Miért összeomlik a tüdőm kb., de már a buszon vagy a koliba. Még mindig beteg vagy, Réka? Mi jobbulást? Mi a pont utána kérdezte? Ja igen, Dani kérdezte. Akkor 50 ezerre satszolták, utalak 150 ezeret is olvastam. Igen. Nem tudom amúgy ezeket hogy számolják, hogy hányan vannak egy ilyen tüntetésen. Jaj, de cuki ez a pálya. Szóval nem tudom, hogy számolják ki ezeket, de én szerintem biztos, hogy többen voltak, mint 100 ezre. Mrs. Pittner is majdnem egy órával előtte ment ki, hogy legyen helye, néztem a streamet. Igen, néztem én is őt, és ugye én is akartam streamelni, elvittem a setupot, de ugye nem volt net. Tehát ő tök jó, hogy talált egy helyet, ahol volt internet. Én ugye tök messze álltam a Hősök terétől, és így sem volt mobilnetem, nem volt... Tehát térerő volt, csak lefedettség nem volt, vagy nem tudom, hogy mondják ezt. Ó, szegény Zazi. Ó. És körülöttem senkinek nem volt, szóval... Internet adó, inkább megvették a szolgáltatók, és annyival emelnek, amivel nem szégyelnek. Ja, úristen, Mati! A kis majom. GG Matina. Meg a font szerint csak tűncike volt. Jaj. Ne olvassatok meg a font. Megnéztem az Origón is, milyen cikkek születtek. Nem tudom, miért néztem meg. És ahogy így görgettem, hogy mik vannak most az Origón, minden harmadik az volt, hogy XY külföldi celeb csaj kirakta a mellét, hú de szexi, és ez egy kormány hírportál, ami az egyik legnagyobb. És minden harmadik cikk az volt, hogy Britney Spears kirakta a csöcsét, de így kb. Ilyen üzével stílusban. Okay. Megszámolt az igen. Szóló az a legjobb. Az a déj valami is jó volt. Meddig vagyunk amúgy? Hősök terén 17 millió forint pénz gyűjt össze az oda utások együtt. Ja, igen, igen, én is pont mondtam, Tomi. Online elvileg közel 1 millióan voltak. Online? Már mint hol? Mert azt mondom, hogy két helyen ment élőben, az egyiket 30 ezeren nézték, a másikat 20 ezeren. Az 1 millió azért az durvának tűnik. Jó volt ez a squat, 3 körrel tovább jutottam, mint átlagban. Ez a skacia. Potyandi beszédet tetszett a legjobban, na akkor neked is, Luca. Meddig vagyunk? Elindítom közben.
Ja, az nagyon vicces, hogy Tóth Gabi szólt, igen. Nekem mindegyik beszélt tetszett. Mi úgy volt, hogy ott a Hősök terén fogunk találkozni, de az utolsó pillanatban az annál az ismerősemnél találkoztunk, akivel együtt mentem. Ez jobb ötlet is volt, mert soha nem találtuk meg volna egymást. Mi képzeljétek el, hogy Csengével, tudjátok, a Kitty legjobb barátnőjével találkoztunk, vagyis hát konkrétan a Csenge kiszúrta a Bencét. A Bencét nem könnyű, mert a Bence 2 méter magas, szóval a hármas metrónál kiszúrta, és ezért együtt tudtunk menni a Csengével, aki amúgy úgy volt, hogy egyedül megy, amit nem is értek. Szóval így legalább nem kellett egyedül menni, úgyhogy csak jó. Sziasztok! Szia, Sinotensi, de rég láttalok, hogy vagy mi újság, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 16. hónapot, na ez a platformon fennmarad? Jézusom! Bolygók! Jézusom! Na, itt tudni meghalok, Jézus! Amúgy Máté, te hol vagy? Úgy volt, hogy te is jössz, de nem láttalak még szerintem. De itt vagy mindegyik körben. Uram, atyám! Jó, semmi baj. Ne markolázz, Bálint! Fidget spinnerek is esnek! Eddig amúgy még semmi nem talált el, lekopogom. A kurva. Jó, meg vagyunk. Én azt nem akarom elhinni, hogy mielőtt volt a tüntetés, mert írtek, hogy a tüntetésen mi történtek. A kedvencem, amit azt az Origo írt ki, hogy... többen felháborodtak a tüntetésen, hogy az Aria mégsem lép fel. Meglepő fordulatok. Hát hogy nem lépett fel az Aria? Hát én is fel, én csak azért mentem, fel vagyok háborodva. Olyat is olvastam, az nem tudom, az Origo volt, meg a font. Osvágy Zsolti a gyerekeket nem átalakító műtétre buzdított a beszédében. Igen. Én is alig tudtam ellenállni neki. Hát azt mondta folyamatosan, hogy pénzt fog adni, amit Soros adott neki, azt odaadja nekünk több millió forintot, hogyha átoperáltatjuk a gyerekeinket, és utána magunkat is. Úgyhogy nagyon nehéz volt az ellenállás, de a konzervatív énem sikerült. Jaj! A konzervatív énem győzött a rohadás. Jaj. Ez nagyon nehéz ez a pálya, halljátok. Hogy kell? A slime megint ugyanitt nyelt el a slime, vagyis hát kicsit hátrébb még, sajnálom. Szia, gaming szaki! Minden oké, sok a munka, sajnos, de minden oké. Kitartás, Jasi! Köszi, Léna! Rip Borsáknak, sajnálom, Dalmos! Többiben jöhetek? Bárki jöhet, Kókusz! Szia, Edzag! Repkedtek a drónok. Arra gondoltam amúgy, hogy úgy számolják ezeket, hogy... A Luca csalik, láttátok miért teleportált? Ezeket úgy számolják, hogy a drónok mennek, és akkor van valami AI, mondjuk az AI előtt is tudtak összeszámolni. Van valami AI, ami így összeszámolja az embereket a drón segítségével? Biztos, hogy igen. Beteg hát nem akar jobb lenni. Pihensz eleget, Réka? Kúrálod magad? Tüntetés szerintem szuper volt, én online néztem, hallgattam, és vissza is, mert annyira jól fogalmazott mindenki, és tényleg olyanokat mondtak, amit mindenki tud, hogy problémás. Igen, meg az is tetszett, hogy most nem csak erről szólt, amit ugye Novák Katalin csinált, meg most pont ez az egy bicskei ügy, hanem úgy unblock, és én ezt nem is tudtam, hogy ennyire komplex lesz a tüntetés, és más dolgok is lesznek, hogy unblock beszéltek az örökbefogadási problémáról, arról, hogy a rendszerben lévő gyerekeknek mennyire nehéz a sorsa, és nem is tudtam, olyan dolgokat is mondtak, amiket nem is tudtam, például, hogy a nevelők, tehát megvan adva, hogy mennyi nevelőnek kell lenni ugye ezekben az intézményekben, és hogy 2000-rel kevesebb van, mint amennyi szükséges lenne, tehát amennyi szabály szerint elő van írva, elvileg annak 2000-rel kevesebb nevelő van ezeken a helyeken.
meg elvileg van valamilyen zseppénz, amit kapnak a gyerekek, a rendszerben lévő gyerekek, és azt sem tudtam, mondta Zsolti, hogy amikor ő lakott egy ilyen árvaházban, akkor ugyanannyi volt ez a zseppénz, mint most, 20 évvel később. Tehát ez is nagyon-nagyon durva. Lehet volt nála antennet, mobilnet, cucc. Mi antennes? Mármint a Pitner Vivi? Szerintem ő megtalált egy tök jó helyet, csak, tehát, hogy ott a Hősök terének a jobb oldalán volt szerintem, és odébb ment a tömegtől távol, amúgy a Luca nagyon durván nyomja. Tiszta pró. Vagy csalik. Cikkeket már péntek délelőtt megírtek. Undormány az összes ilyen. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a Partizán élőadásban közvetítette a YouTube-on, amikor felnéztem rá, 37 ezer néző volt, de szerintem több is volt. Aha, igen, sokan nézték. Az Origóban mindig mellek vannak, melyik oldal, ez egy barátom is erősen kérdezi. Akik csak az Origót olvassák, azok azt sem tudták, miért mondott le Novák. De amúgy olvassa bárki is, tehát egy, nem tudom elképzelni, hogy azt a lucus. Mi újság? Ez nagyon durva lucus, amit ott letoltált. Jó ég, GG Lucának! Ez az, jó volt Luca! Jaj, elkapta egy Kraken! Úristen, Levi, de rég láttalak, igen, igen, nagyon szépen köszönöm a 27. hónapodat, azt a mindenit, mi újság, hogy vagy, hogy vagy. Négyig van, Fall Guys, oké. Amúgy, nekem ez a csapatos tetszett a legjobban, úgyhogy ezt toljuk, UZMVN, W, az a V, úgyhogy gyertek, gyertek. Tehát nem tudom elképzelni, hogy attól még, hogy ez egy kormányközeli hírportál, nem nagyon tudom elképzelni, hogy van olyan ember, aki olvassa, mert hogy annyira érthetetlen, annyira olyan, mintha semmit olvasnád, vagy tényleg, mint hogyha a szomszéd Pista bácsinak a Facebook posztjait olvasnád, amiben semmi legitimitás nincsen. Tehát, hogy nyilván a fideszes emberek is szeretnének tájékozódni, akkor ezt miért az Origón tennék meg, amikor ott nem jó dolgok vannak? És szerintem látják? Tehát, hogy ennyire nem lehetnek elvakultak, hogy azt hiszik, hogy ezek igazak. Mert hogy ugye nem is informatívak, meg újságírás szempontjából, nem vagyok újságíró, de laikusként is látom, hogy újságírói szempontból sem felel meg semminek. Majd hogy mondjam, hogy így van kb. Három mondat, és akkor ez a cikk. Jól van, Házi. Sok oldalon nézték, én például Zsolti oldalán. Igen, a Zsoltinak a YouTube oldalán is ment élőben, meg Pottyondinál is, nem? TV nem közvetített? Ah! Vagyis az M1-en volt valami, nem? De hát az nem ilyen rendes közvetítés volt. ATV, ja, az ATV-n is ment? Aha. 35 perc múlva lesz a Kremgén. Köszi, Nix. Olyan béna vagyok ebben a játékban, hogy szém, Evi. Na de hol a pénz? Hun volt az indi, hazahiha a koncertem. Jaj! Most miért ilyen közel látom magam? Boldog szülinapot! Nob ma 8 Maci, Nob ma 8 Lufi. Jaj, Réka, szia, nagyon szépen köszönöm. Holnap lesz amúgy hivatalosan. Nagyon szépen köszönöm. Ez hogy? Ez csak úgy átment a testemen. Köszi szépen, Réka, az 5 hónapos támogatás. Mi újság, te ma nem nyomod a streamet? Ja, még korán van. Mondjuk mostában korán nyomod. Éppen a tüntetésről beszélgetünk. Na, a csapatomba bejutott már valaki. Plusz 19 pont. Csapatomnak. Réka, nem jössz? Fogjálszózni velünk? Bárki csatlakozhat.
Nemrég keltem, benyomtuk egy all-nighter Valorantot. Azt a sinatens, és milyen volt? Hogy sikerült? Hogy tenni a napot? Hát még csak streameltem, nagyon más nem volt. De jó, jó, köszi. Eljöttem közben főzni. Szép gyerek meg Márté, mit főzöl? Mi újság? Mi finomat fogsz enni? Azt a mindenit, nagyon szépen köszönöm a hype-odat, szia Enikő, köszönöm szépen a 27. hónapot, uram, atyám. Mi újság, Enikő, hogy vagy most rában? Köszönöm szépen a támogatás. Hát elkezdett fájni a torkom. De most már nem fázhatok meg, bekapcsoltuk, képzeljétek el a konvektort, mert ugye elromlott a légkondi, és már így a napokban nagyon-nagyon hideg volt, úgyhogy muszáj volt bekapcsolni. Pedig nagyon akartam, hogy ne kapcsoljuk be a gázt, de most még így nem vészes, mert pár napra, most amíg még hideg lesz majd, jó lesz, nem fogjuk szerintem túllépni azt a alapcuccot. Szia citromfa, mi újság? Fogadjunk az Azi csalik. Az Azi meg a Mati megint nem velem vannak. Akkor remélem, hogy Luca velem. És a Luca megint ugyanazok a csapatok vannak? Mi alapján van ez? Hopp, ott is van a negyedik hely. Negyedik körbe esett ki macska. Fogalmam sincs, Máté. Aztán nem is tudom, mikor érted. Sor X oszlopot számolnak, és valószínűleg számolnak belőle, így számolnak. Számolnak. De drónnal? Mondom, egy ember az nulla... Egy ember az fél méter, és felsorozzák az elfoglalt területtel. Nem hinném, kecske. Szerintem az úgy nagyon nem pontosan jön neki. Lusta lány Lilo testvére nagyon sokat tesz ilyenekről ki. Igen, ezt vágom. Ő nagyon... Nagyon szuperül. Támogatja ezeket. Én vidéki vagyok, és a két hónaposommal nehéz lett volna ott, persze. Amúgy nagyon-nagyon sokan voltak gyerekkel, de nyilván nagyon... Tehát azért sokkal nehezebb elmenni gyerekkel, meg figyelni is kell rá ott. Ami nagyon meglepett, hogy rengeteg idős ember volt. Baszki. Nagyon idősek is voltak. Vidékről jött idősek is voltak, külföldiek is voltak. Voltak szerintem konzervatív gondolkodásúak, mert például mellettünk... Na most merre menjünk? Mellettünk megállt egy ilyen 40 körüli nő, aki így random beszélgetett azokkal, akikkel jött. Persze, hogy előttem zárul be az ajtó. Hogy így mondta, hogy hát, hogy nagyon egyetértek ezzel a mondani valóval, csak az LMBTQ propagandával nem. Szóval szerintem azért is voltunk ennyien, mert ez tényleg egy olyan téma volt, amivel kapcsolatban össze tudott fogni mind a két oldal. Tehát szerintem azért voltunk sokan, mert hogy ott voltak nagyon sokan konzervatív gondolkodásúak is, jobboldali gondolkodásúak, vagy akik a kettő között vannak, szóval nem csak baloldali, tehát nem csak liberálisak voltak ott. Na. $5,300. Ja, ez a zseppénz, igen, pamunka. Nem pihenek eleget, 1000 meg egy dolgom van. Réka, tessék pihenni. Küld el! Mi a dolog? Én megcsom. Nagyon durva, én, ha nem az egészet, a fejét biztosan végigbőgtem. Mentéka is azt mondta, hogy sírt. Fú, nagyon le vagyok. Maradva, itt nyert a Luca a cseten, azt a... Bár nagy hatással volt rám, mert én nem szexuális, de iskolai bántalmazást éltem el át. Igen, szerintem sokak tudnak azonosulni ezzel. Nagyon sokakért kiálltak most, sok mindenről beszéltek, úgyhogy... Nagyon, nagyon szuper, szuper kis tüntetés volt. Itt ugye mindig a vízben szoktam menni, azon gondolkozom, lehet, hogy egyébként az gyorsabb, mert míg ezen végigugrálok. Tudja. Most ott Petra ment mellettem, és ő a vízbe ment, és hamarabb ért ide. Ezen a pályán mindig elbukok, de amúgy már egyre jobban megy.
famous last words. Osta! Osta! Ne! Eltöröm a billentyűzetet. Húzd meg! Ne, én vagyok az utcsó. Már megint? Oké. Okay. Hát ez nem így kell először a bal oldalira. Miért repültem ilyen hosszan? Happy birthday, bitch! Köszönöm szépen! Én most útsó vagyok, és be kell érnem, mert a csapatom is hova kell menni. Totál... Jó, nem utolsó vagyok, még vannak mögöttem is. Tizenegyen engem néznek? Nem már! Hogy kell itt felugrani? Én most rossz fele ugrok? Vagy miért nem tudok felugrani? Mi a fixi-faxom történik? Akkor inkább megyek itt. Új, itt nagyon nehéz menni. Nem megyek itt. Itt sosem... akkor megyek itt. Sosem akadtam még el itt. Mi történik? Ez mindig elsőre megvan. Na végre, azt kutya mindenit. És van még itt egy ugrás. Ez nagyon fájdalmas volt, basszus. Jaj, hát nem voltam utolsó, vannak még itt. Hú, ez durva volt. Kérdésemre szeretik választ kapni? Nem tudom, Máté, már ez nem tudom, mikor volt. Ja jó, Black Sheep válaszolt. Slime most esett ki, az nem tudom, hogy eddig volt. Mert minden szuper, semmi újdonság. Na, örülök, hogy jól vagy, Levi. Szia, Helket! Van egy menetrend parancsunk, ott látod, hogy mik lesznek. A politikusaink óvodások módjára sárral dobálóztak, mert azt hiszik, ennyi elég. Ez az odaszólások, hogy feljön taktika gyerekes. Hát gyerekes is meg. Próbálják, azt a mi az a pályás, nem voltam még ezen. Próbálják elterelni a figyelmet. És most olvastam egyébként Márkinál, hogy 20, most nem akarok hülyeséget mondani, 38, 30 valamennyi ilyen felmentési cuccot írt alá a Novák Katalin 2023-ban. Amiket nem lehet tudni, hogy kik valamilyen most ilyen extrán érzékeny az egerem. Szóval nem lehet tudni, hogy kikről írta alá, vagy kikkel kapcsolatban írta alá Novák Katalin. Shame! Shame! De most mi van? Shame! Most amúgy ebben a körben miért nem voltunk benne? Kiestünk? Azt hittem tovább jutottunk. Nem volt elég pontunk. Sajnálom miattam, mert túl lassú voltam. Szóval igen, 38 bűnözőt mentett fel 2023-ban a Novák Katalin, és kiírta már ki, hogy azoknak a nevét követeljük. Akkor menjen még egy, és akkor kiválasztok egy szólósat. Szerdai fákjás menetre kimegy. Nem is tudtam, hogy lesz ilyen. Ez mi lesz pontosan, Levi? Na, majd megnézem, Max, köszi szépen. Rendben, szia Olivia, köszi, hogy itt voltál. Durva volt, én is itthon vagyok, két hónaposommal streamet néztem, de brutál volt az embermennyiség. Igen, nagyon. Köszönöm szépen a hype vonatot, de cuki. Ez nagyon cuki ez az imót, amit kaptunk. Köszi szépen, Marci, szia, köszi a blurpöt. Little Wolf, nem is hallottam. Köszönöm szépen a szemgiftet, amit Boginak ajándékoztál, nagyon cuki vagy, köszönöm szépen. Zenélek állandóan, átlagosan napi 3-4 órát zenesúlyban vagyok. Ja, értem, Réka. Biztos vagyok benne, hogy szörnyek is voltak a tömegben? Lehet.
Pont ezen gondolkodtam, hogy tök fura, hogy ez az egyetlen egy olyan téma, amiben mindenki egyetért, igen. Hát nem mindenki, mert láttátok a Curtisnek meg a Tóth Gabinak a vergődését, gondolom az interneten. Oh! Hú, azt hittem, hogy agysorvadásom lesz, mikor ezt olvastam. Ugorj és vető egy oldalt, jól csinálod. Valamiért jobb oldalon nem sikerült, de bal oldalon az már ment. Értitek? És amúgy is, ha nem is érünk el ezzel a változást, de legalább az áldozatok láthatják, hogy bátran kérhetnek segítséget, mert mi hallgatjuk őket. Így van, Levit. Nagyon sokan vannak. Az apátia nagyon erőteljes itthon, nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy most mi értelme ennek, stb. De mert tényleg azzal, hogy kimegyünk, és ennyien látják az áldozatok is, hogy mennyien gondolunk rájuk, és segítünk nekik, már ezért megéri. Amit amúgy nem értettem a tüntetéssel kapcsolatban, a szervezők által, hogy mondták, hogy nem lesz baszki, hogy nem lesz politikai. És ezt ugye nehéz elkerülni, mivel a kormány az egy politikai párt kezében van, vagy hogy mondjam, a Fidesz kezében, és ők követtek most el egy hibát, ami unblock egy, azt miért repültem, unblock egy komplex hibaforrásból következik, hogy alapból a kormány nagyon-nagyon sok hibát halmozott fel az elmúlt években, aminek ez lett a következménye. Szóval nehéz ettől elvonatkoztatni, nyilván így erről, vagy ebből indult ki az egész, akkor nyilván lesz szó a Fideszről a tüntetésen, meg politikai dolgokról, meg a kormányról, és ez így is lett. És az igaz, hogy politikai pártok nem voltak így bevonva, csak civilként eljöttek, mint például Karácsony Gergő is, meg Márki is ugye reklámozta ezt a tüntetést, de pártpolitika nem volt benne, viszont azért politika nyilván egy ilyen dologban lesz, és előre nem nagyon tudom, hogy miért kommunikálta egy-két ember, hogy nem lesz, mert ezt lehetetlen elkerülni. Nagyon vártam már ezt a streamet, az utóbbi időben sajnos nem olyan tudtam lenni a streameken, valahogy mindig úgy jött ki, hogy dolgoztam, szóval most boldogságban. Na, örülök, Kiasi, hogy itt tudsz lenni, ez az. Rendben, Nix, köszi szépen, majd megnézem a rajzot. Társadalmi változás biztos elértünk, így van, Levi. Szét kell néznie egy nyomozó riporternek a politikusok ismerősei között, meg az ismerősei, hiszen barterben szívesség alapú az államvezetés, kegyelem is. Amúgy biztos, hogy a többi is ki fog derülni, a többi ilyen dolog, mert ez is ugye, ez a Novák Katalin, az, hogy a Novák Katalin ezt aláírt, ezt most ért csináltam. Meg tudtam mászni itt fel, lehet? Aj, baszki, mindig itt esek le. Itt fel lehet? Hogy ugrattam fel ezelőtt? Á, megint a slime. Ugyan itt haltam meg! A slime! No! Szóval ez a bicskei dolog, hogy a Novák Katalin bementette ezt a férfit, ez tavaly áprilisban, majdnem egy éve történt. Csak ugye valaki, mert nem is tudom, hogy pontosan ki, egy jogász, ügyvéd, valami ilyesmi, így random találta meg, valamit keresett, és ezt így random megtalálta. És ugye úgy látott ez napvilágot, szóval valószínűleg a többi is hasonlóan így fog kiderülni. Ez amúgy nagyon szürreális, hogy egy ilyen játék közben beszélünk erről. De miért is ne? Február 21-én szerdán 5 órakor lesz a Szent Gellért térről fákjás mellett a bántalmazott gyerekekért. Azt a tök jó, Levi, nem is tudtam, köszi szépen, és ez kiszervezi. Mm.
aki nem látta, nem láttátok a vergődésüket? TikTokon is láttam, hogy néhányan szidják ezt a tüntetést, meg a Pride-ot is belevonták. Én pont farsangi Hybrid Night-ra mentem. Mi is akartunk oda Marci, de aztán inkább nem mentünk, mikor a tüntetés napja volt, de láttam, hogy több ismerősem kint volt. Ja, hát meg utána a tüntetés miatt sem mentem volna. De úgy volt, hogy oda megyünk a szülinapomon, de aztán rájöttem, hogy ez túl metal nekem, az a Hybrid Night. Na, szuper, Levi. Kúria nevű magazinszerűségben vagy szakegyelmi határozat, amit egy vidéki ügyvéd küldötte a 444-nek. Na, az ügyvéd része meg volt, köszi Darkline, itt a részletes infót. Ide legalább nem kellett külföldről, kis településekről hozni az embereket, hogy a látszatot keltsük, mennyien vannak. Igen, Tomi. Amúgy ez a Tóth Gabi is, meg ilyesmi cucc, ez csak annyi volt, hogy sokan betámadták a Tóth Gabit, hogy van egy gyereke is, és akkor miért nem megy el a tüntetésre. Igazából alapból szerintem ez fasság, most elvárni emberektől, hogy most valaki felszólaljon valami ellen, vagy sem. Ez mindenkinek a saját döntése, hogy milyen tüntetésre megy el, miben hisz, mit akar támogatni, mit nem. Szóval... alapból szerintem tök feleslegesen írogattak az emberek a Tóth Gabinak, hogy miért nem állsz ki a tüntetésért, meg amúgy tök hülyeség. Tehát ki ez az ember, aki azt várta, hogy Tóth Gabi, aki kormánypárti, ő el fog menni. Ezt nem is értettem. Na mindegy, és akkor a Gabi meg kiírta Instára, azt hiszem, vagy valahova, de szerintem Instára, hogy miért mennék el egy olyan tüntetésre, amit olyan emberek szerveznek, akik folyton lejáratnak. Ugye a fókuszcsoporték, meg a Zsoltiék azért az elmúlt egy évben erőteljesen szitták a Gabit, és tényleg meglepő lett volna, hogy elmegy egy ilyen tüntetésre ezek után, viszont itt nyilván a gyermekvédelem a lényeg. Tök oké, pont leszarom, hogy ő nem megy el, most ez szerintem itt tök felesleges beleszólni, de ahogy erre reagált, sajnos azzal megint csak maga alá tágta a fát, hogy ez politikai, és hogy nem a gyerekekről szól, hanem a szervezők csak felhasználják ezt, hogy népszerűségnek örvendjenek, bla 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 bla. Szóval így a Gabinál mindig a legjobb védekezés a támadás, és most is ez történt. Ez mi volt, Luca? Olyan volt, mintha nem láttam volna, hogy ott... Na ez az Iván annyira közel volt egy csomószor a nyeréshez, és végre sikerült neki. Gigi Zazi. Szóval a Curtis-e is ilyen hasonló. A Curtis azt mondta, hogy megy, aztán hirtelen visszavonta, hogy megy. Gondolom szóltak neki, hogy nem mehet, vagy nem tudom. És akkor végül nem ment. Na, én nagyon gyors egy utolsót, jó? Ahol koncentrálok, nem pofázok. UZMVWN. Ügyes vagy, Zazi? Elkúrtam. Nem kicsit, nagyon. És akkor menjünk megint. Megnézzünk egy ilyen duósat. Not enough players. 36-an kell lenni. Nem tudunk duósat nézni. Akkor hol van ez a csapatos? Most ez hova tűnt? Eddig fent volt. Hol van? Ja, itt van legfelül, nagyon vaksi vagyok. Na, utolsó, legeslegutolsó. Köszi, Zazi, iszom. Zazi? Zsani. Szia, Zsani, hogy vagy, mi újság? Szia, Vaszador! Jó, hogy vagy, Vaszador, mi újság? Bocsi, Vaszador, későn láttam az üzeneteden.
De azért is jelentkeztem Daninál csetem, mert mással játszottam, meg ugye nem, én már nem shotozom hónapok óta. Majd hogyha jön valami új normális content, akkor tolom, de most így nem vonz benne semmi. De ezért köszönöm szépen Vasszador a hívást, cuki vagy. Zsup. De ne! Baszki. Vagy ez a jó? Ez a jó út. Nem ide akartam jönni, de lehet, hogy ebbe a középsőbe kell ilyenkor jönni. Baszki, vízibombák! Vízibombák! Jó. Nem látok. Látok. Jó, checkpoint megvan. De bazd meg! Hogy nem sikerült ez? Hogy egymás mellett van? De... Én ezt nem értem. Yoshi! Hát a Yoshi moleszt rá! Yoshi! Jó. Jó, Istenem! Wow, ezt hogy sikerült megfogni? Hova kell repülni? Let's go! Rékát nem láttam. Réka írta azóta, hogy... Itt van. Mit mész? Igen! Mosában... Oh, ilyen testen kívüli nyújtózkodásaim vannak. Elnézést kérek, nem szándékos, valamiért fogtos a karakterem, pedig nem is nyomom egyfolytában. Melyik Réka? Ja, a másik Rékát. Többet kérdeztem, aztán nem láttam a válaszát, de szerintem csak én ugrottam véletlenül át. Figyelek én amúgy minden rendben van, egy kis másnaposság, de mindjárt kész a gyógyító húsleves anyama. Tegnap a férjemmel volt a kis herceg, amíg a barátnőmmel jótékonysági bálon voltunk. Na ez az! Jól szórakoztál, Zsani? Én is babáztam tegnap. Zsolti? Zsolti markolászik. Jaj, nem is mondtam. Itt volt a Hugo, a keresztfiunk. Nem fogom sírni magam, nagyon hiányzik már most. Jaj, nem sírok, koncentrálok. Annyira cuki. Kaptam öleléseket, meg puszikat, meg már nagyon... Jujuj, már nagyon mondja a magáét, halljátok, nagyon durva, hogy... Ugye decemberben múlt 2 éves, és már annyit beszél... Nem merek rámenni. Az apukája az árvit szeret nekünk valamit. De ne! És akkor azt mondja a Hugo. Szereljünk! De hagyj én szereljek! Hagyj én! És akkor... Nagyon gyorsan eltűnnek ezek a platformok. Nagyon cuki volt, és akkor ott... Szereltek együtt, és folyamatosan nevet, és mosolyog, és olyan jó gyerek, és akkor, és most először volt, hogy vigyáztunk rá kicsit, elmentek, de baszki, elmentek a Petráék kajáért, hoztak nekünk is, és addig mi vigyáztunk. Hát egy ilyen 3-4 óra volt kb., amíg vigyáztunk, oly, rá, és táncoltunk, meg lufiztunk. Nagyon tetszettek nekik ezek a lufik, amik vannak nálunk. Most bejutunk? Vagy most mi van? Meg mesét néztünk, és olyan finom az illata, és olyan cuki! Úgy szeretem. Ja, jól van akkor. Bocsánat, Rinka, de hát veled is beszélgettem, kérdeztelek, de azt elolvastam, amit te válaszoltál, csak a másik Rékának nem láttam, hogy mit válaszolt a kérdéseimre. Na, szupi baló. Bam,
pam, 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 pam. Milyen játékok lesznek? Ja, erre válaszoltak, hogy van menetrend. Hú, nagyon rengeteget táncoltunk. Jaj, láttam, a Klau kirakta a sztoriában. Nagyon szép kisfiú. Gyönyörű kisfiú. Kis húgolka. És olyan ügyes, mondta neki a Petra, az anyukája, hogy Hugo, megmutatod Mariannak? Jaj, erőt eszembe. Hogy ki mondta most először a nevem. És úgy mondja a Mariant, hogy Maria! Maria! Úgyhogy mexikói lettem, de nem baj. Még ezt is élvezem, és így kiabálva mondja Maria! Maria! Nagyon aranyos! És akkor mondta neki a Petra, hogy megmutatod a Keri anyának, Mariannak, hogy horgászol? Na, tessék. És akkor elővettek egy ilyen játékot, ami egy ilyen mágneses horgászós cucc, és annyira ügyes volt vele, és akkor játszottunk vele egy ilyen 10 percet, és mondta, hogy elég volt. És így fogta egy ilyen henger alakú Maria tartója van annak a játéknak. Belerakta úgy, ahogy kell a halacskákat, összehajtogatta így nagyjából a... Hát van ennek Maria. Egy ilyen kis anyagból készült valami platform, hogy mondjam, azt összehajtogatta, belerakta két botot, rendesen felcsavarta, belerakta, ja, az egyik bottal, mágnes segítségével megfogta a henger alakú tartónak a tetejét. Kiestünk Maria. Egyébként, nem az én hibámból, teszem hozzá. Mi ez a spammelés? Beragadt a Maria hang. Rárakta mágnessel a tetejét, így rányomta, és azt mondja, kész! Elpakoltam! Annyira cuki! Teljesen egyedül, hozzá se értem ezekhez. A cuccokhoz. Kiestem meg a társadalom. Igen, én is szerintem azért estem ki, mert szerintem én jó helyen jutottam be. Csak a csapatomban valakik nem jutottak be, és kiestem sajni. Szia, Jani! Köszi szépen a blurpöt, mi újság, Jani? Szia, Keske! Mizu! Előre is boldogságos szőnapot! Köszönöm! Ja, hogy a Szegó az az, és a Balú is küldött blurpöt, akkor nem buk volt. Biztos neked felekszed, hogy ilyen kis okos. De elsők voltunk. Én se értem, Norbi. Lehet, hogy valaki közülünk nagyon a végén jutott be, és ez így kevés pontot adott hozzá, és akkor így leestünk, nem tudom. Az a baj, én nem tudom, mikor ügyes egy gyerek, mert hát én is el tudom pakolni, akkor ő is. Szülye. Jó, de ugye a gyerekeknek van ez a dac tulajdonságuk, hogy ők nem fognak elpakolni. Szóval az, hogy valaki, valamilyen gyerek így teljesen magától, nem is mondta neki a Petra, hogy pakolja, hanem ő megunta, és bujocskázni akart, amit valami nagyon viccesen mondta, de most nem tudom nektek megmondani valami... Nem tudom, hogy mondja, de nem tudja kimondani, és nagyon aranyosan mondja a bujocskát. Megunta a horgászást, bujocskázni akart, szóval ő elrakta. És azért ez egy 2 éves gyereknél szerintem nem annyira megszokott, vagy nem tudom. Aztán lehet, hogy... De szerintem azért ez egy impresszív dolog. I'm impressed. Sőt, nem béna vagyok. De hogy is, Geri, semmi baj, nem vagy béna. Lassan 2 hónapja imádom minden napot, és persze minden nagyon nézünk és mosolygunk rá a férfiakra többet. Ja, hogy a kis... Ja, hogy a kislányot sokat mosolyog a férfiakra. Úgyhogy apa már köti a gatyáját. Aaaaaaj, nagyon cuki lehet, Darkline. Jöttem ledolgozni a családi ebédet, akarom mondani kipihenni. Na mi ott kajcsisztál, Jani? A király szollott. Igen, azt meg is néztük Darkline streamben, nem? Pam, pam, pam. Vagy hogy azóta raktál újad? Vagy nem te raktál, amit néztünk?
Bebugolt a game. Miért mi történt? Nem figyeltem, bocsi. Nem esett ki csapat, vagy mi? Miért nem nyerjük már meg? Ja? Nem tudom. Lucával a versengésünk véget ért. 3-1 a javamra. Oh, és ezt te hagyod, Luca? Úristen, miket? Miket repült? Wavy lasszó. Jó, hogy már az egyik csapatnak rég nyernie kellett volna, és nem nyertek? Nézzük Zsoltit. Szívemben Luca nyert. Oh. Előre dolgoznék, hol adok magamnak nevet krebben. Fú, fogalm sincs. Mióta nem krebeztünk, szerintem egy éve. Csirkét ilyen krumplis bundában. Krumplis bundában, nyama! Olyan adag volt, hogy már tortát sem bírtam enni azóta. Na, kinek volt szülinapja? Nem volt még finálékör. Ja, hogy még ez is csak top 2 qualify. Most esik ki senki. Mi történt? Mindenki gyertes. Azt a picsa. Te meg kijettem. Szia, Dinyó. Na és ez sem végleges? Holnap lesz a Dinyó. Neked van tegnap. Ó, boldog születésnapot, Jani! Ez az! Vízdöntők! Egyesüljetek. Akkor kilépjek? Emlék pisilni, aztán a következő már final lesz, de valószínűleg bebukolt. Hallottál arról, hogy a Skull and Bones-nál van most egy 8 órás demo időszak, csak a Pure Gameplay-nél pörög az idő, nem tudom, hogy van-e ebben tartalmi korlátozás. Nem hallottam ezt a demót. Én már ugye, mivel a bétában letoltam az első 6 órát, és így tudom, hogy milyen a játék, ezért én ugye azt a passzöset fogom megvenni, és akkor újra kell csinálni azt a 6 órát. És akkor én úgy fogok majd játszani. De tök jó. Patex, köszi az infót, hogyha mást érdekel. Hogyha még nem játszott a játékkal, de érdekli. Például Moncsinak tök jó lenne. Becekopogott a szekrénybe. Ez lesz a negyedik döntetlen kör. Ja, hogy mindig döntetlen? Hogy nem bebugzódott, hanem döntetlen? De az hogy lehet? Vízöntők forever. Fogjunk össze. Ez az. Jaj, tényleg, Szegó, neked... Téged felköszöntöttünk, Szegó. Halljátok, nagyon rossz. Na most, ez a final round. Nyomjuk. Nem, de szar le. Szegó! Boldog szülinapot! Ne arra úgy, mert tudod, így a memóriám 30-hoz közel nem a legjobb. Boldog születésnapot, Szegókám! Ne haragudj! Még egy gyorsat lejátszunk, igen. Brajdi elszólás. Na nyomjátok! Én sem vagyok, mint egy aranya, igen. Az, ez soha egy nagyon ügyes. Ez az Dani nyomod? Dani skinje a best, ez best. És imádom, hogy nem váltotta le pár vagy egy éve. Mi van, Balú? Szegó, milyen... Hogy hívják ezt? Vízöntő meg ilyenek? Milyen horoszkópú... Nem horoszkóp! Mi ez? Csillagjegy, köszönöm. A babóca milyen csillagjegyű lesz? Oroszlán lesz? Ajajajajajaj!
akkor lesz itt attention vadászat. Nem az? Ja, hogyha Bence írja, hogy nem az. Mindig összekeverem a színeteket. Na, gratulálok! Ez az. Vivi Lasszó, Dani. Nem lettem a másik két ember. GG nektek! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett a Fall Guyson. Tök jó volt, közben így beszélgettünk is. Szuper volt, nagyon élveztem ma. Elég ügyes voltam. Nem is volt annyira rossz, mint szokott lenni. Haladunk. Augusztus 7 a kiírt dátum. Aha. Na, szuper. Akkor kell majd vele foglalkozni, nem keveset, Szegó. Kaptam szülinapomra páromta egy 90x60-as vászon gyűrűk urat térképet. Úristen, Szegó, majd küldj róla képet.